Egy állóvíz iszapos vizéből cseppentsünk egy cseppet tárgylemezre. Fedjük le fedőlemezzel. Keressünk a mikroszkóp nézőkében apró élőlényeket. Figyeljük meg azok mozgását. Vegyük nagyobb nagyításra a mikroszkópot, nézzük meg a sejtalkotókat, sejtszerveket. A természetes folyó és állóvizek iszapja hemzseg a mikroszkópikus parányoktól. Pontos meghatározásuk nagy gyakorlatot igényel. A mikroszkópban a következő lényeket láthattuk. Fonálféreg, zöld moszat. Kerekes féreg, kovamoszat, harangállatka, kovamoszat, csillós egysejtű, csillós egysejtű,